Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, az X-Monad nevű ablakkezelő, csempézős ablakkezelőről lesz szó. Gyakorlatilag már kettőt bemutattam, a BSPVM-et, illetve az E3VM-et, így nem lesz idegen senkinek az, hogy itt azért a dekorációk, az ablakkeretek és egyebek sokkal egyszerűbbek, mint egy esetleges más felületnél. Azaz első gondolatban, hogyha az ember felmegy az oldalukra, és érdemes felmenni, mert ott van az összes dokumentáció, és ehhez azért kell a doksikat olvasni, főleg, hogyha már testre is szeretnéd szabni, azaz mit találunk ott? Elsősorban elmondják, hogy ez egy csempézős ablakkezelő, azaz a működése nagyban hasonló az előbb emlegetett kettőhöz, így nagyon kényelmesen fogunk vele tudni dolgozni. Már olyan emberek, akik ezt már használták. A következő gondolat, amit ő elmondja, hogy minimál, azaz kicsi. Ez valóban egy egyszerű, kicsi eszköz, azaz régebbi gépeken is elfut a konfigurálása. Viszonylag összetett, de maradjunk annyiba, hogy valóban törekesznek arra, hogy ne legyen túl olyan alap beállításba, hogy ő hát mindenféle speciális effekteket meg egyebeket tud. Minimális, könnyű és kicsike kis eszköz. Nagyon jó. És azt mondja magáról, hogy stabil, már Haskell nyelven van programozva, és ez garantálja azt, hogy ez stabilan fog működni. Igen, erre a Haskellre ki fogok a későbbiekbe térni, mert ezen a nyelven fogjuk konfigurálni is, nem kell megijedni, igen-igen jó leírásokat kapunk, de azt hozzá kell tennem, hogy ennek nem olyan egyszerű a konfigurálása, mint mondjuk az E3VM-nek vagy a BSPVM-nek, egy picit összetettebb, sokkal több mindenre oda kell figyelni, azaz stabil. A stabilitást az adja, hogy kicsi, nincs benne semmi felpuffasztott, pluszba belerakod dolog, hanem ez moduláris, azaz kiterjeszthető, különböző funkciókat te megkapod, nem kell semmit hozzá letöltögetni, azaz ez nem olyan plugin rendszerű, mint egyéb programok, hogy valamit le kell lesz hozzá tölteni. Ha felteszed az alapcsomagokat, akkor már ezeket meghívhatod, beimportálhatod, és ez a kicsiséget is biztosítja, hiszen azokat importálod be, amire neked szükséged van. És azt mondja, hogy sok szolgáltatást nyújt, ez valóban igaz, mert én csak végignéztem, értsük azt, hogy valóban az elején tartok ennek a konfigurálásával. Hát bizony végignéztem a lehetőségeket adó modulokat, gyakorlatilag aki abban nem találja meg a neki való ablaktípust, beállítási típust, vagy pozícionáló típust, vagy akármilyen típust, hát annak valami olyan igénye van, hogy írja meg már magának azt az operációs rendszert, ha gondolja, vagy azt az ablakkezelőt, ha gondolja, ha ezek között nem találja meg, ami számára fontos. Rengeteg szolgáltatás nyújt, és a szolgáltatás nyújtás úgy történik, hogy valóban kényelmes és működőképes. Azaz nem csak megígérjük, hogy sok mindent tudok, aztán a végén beleütközik az ember ilyen-olyan gondolatba, hogy hát jó lenne, hogyha ezt tudná, és hát igazából be lehetne állítani, meg logikus is lenne, meg hát jó is lenne, de nincs bent. Itt ilyen nincs. A modulok, azaz a kiegészítő részek igencsak összetetten konfigurálhatóak. Egyszerű, gyors, azt hiszem ezt már emlegettem, hogy AC nagyon egyszerű, nagyon gyors felület. Amikor én i3-ról, azaz egy gyors ablakkezelőről kipróbálás szintjén átértem erre, első gondolatom az volt, hogy iszonyat gyors. Beütöttem a jelszót, rögtön kidobta a panelt. Tehát rögtön beléptette, és nem volt várakozási idő. A panelokat, az ablakokat olyan gyorsan dobálja ki, hogy csak na. Barátságos közössége van. Igen, elég sok leírást lehet találni az interneten, plusz nagyon sok közreadott konfigurációs fájlból tudod összeszedni azt a tudást, ami számodra fontos. Itt is ki kell térni, hogy ez gyakorlatilag nem jelent mást, mint egy jól konfigurálható, testre szabható ablakkezelő felületet, ami mindent tud és moduláris ráadásul, és azt teszel vele, amit szeretnél, de ehhez egy kicsike kis tudást össze kell szedni, ami első reakcióm után, hogy hű, de gyors, a második az volt, amikor valamit meg akartam változtatni, hogy bocs, de hát ez nagyon bonyolult és összetett, hát nem biztos, hogy én ezt szeretném.
4 órába tellett, hogy az első panelomat, mármint úgy értem, az első panel típusomat beleeszkábáljam a rendszerbe, de miután megszokod az, hogy itt pontosan kell dolgozni a space-ekre, veszőkre, egyebekre, oda kell figyelni, plusz olvasgatás is kell hozzá, meglátod a logikáját magának a programozási nyelvnek, és utána már ezek a módosítások, ezeknek a paneloknak, moduloknak a használata bizony nagyon egyszerű lesz. Nem azt mondom, hogy kisújból ki fogod rázni az első 10 perc után, de rászánsz egy-két napot, hogy megismert, és utána már végtelen lehetőségek tárháza fog megnyílni. Minden része összetett, így az elképzelésednek megfelelően konfigurálhatod egy-egy modulnak a leírása és a beállítási lehetősége viszonylag nagy. Azaz megtalálod benne azt a beállítási, formázási, színezési és technikai beállítási lehetőségeket, ami számodra kell, nem ütközöl bele hiányosságba. A megjelenő ablak összes tulajdonságát, helyét, színét, ablaktípusát, a megjelenő paneloknak a minőségét és egyedi beállítottságát te fogod szabályozni. Gyakorlatilag annyira testre tudod szabni, hogy minden ablaknak, minden panel típusnak, megjelenési ablak típusnak te olyan kinézetet adsz, és olyan technikai beállításokat adsz, amilyet szeretnél. Ha belenézel egy konfigurációs fájlba, a végén belenézünk, első gondolatod az, hogy hűha, ezt aztán neked nem kell, és hát az annyira bonyolult és összetett, hogy te nem akarsz ezzel foglalkozni, de mindenkit megnyugtatok, hogyha például a magyarásnak a X-Monad verzióját teszi fel, egy előre konfigurált, jól használható, és a későbbiekben bővíthető, és igazán jól összeszedett rendszert fog kapni, és azért is érdemes a magyar ácsot használni, mert azon kívül, hogy jól összeszedett és szépen is néz ki, meg hát igazából a magyar ács vonalnak az a nagy előnye megvan, hogy bizony az összes ablakkezelő, amit ők elkészítenek, illetve bekonfigurálnak, hasonló, közel azonos, az esetek 99,9%-ába azonos billentyű kombinációkkal tudod ugyanazokat a funkciókat elérni, azaz, hogyha te már életedben használtál magyarácsot, és a billentyű kombinációit megszoktad, akkor természetesen ez se lesz neked újdonság kezelés szempontjából. Az alapokat el lehet sajátítani, és nagyon szépen lehet használni egy alapkonfigurációval, és utána a neked hiányzó funkciókat egy kis tanulás után, de simán be fogod tudni integrálni a rendszeredbe. Azaz egy kész rendszerrel érdemes indulni, bár az alapkonfigurációja, tehát az, hogyha nem valamelyik disztribúció előre konfigurált verzióját teszed fel, az is jól használható, de én mindenkit ettől egy kicsit eltanácsolok, és érdemes olyat használni, ami egy kicsit annál jobban be van állogatva, mert azért kezdőknek azért a kényelmi faktor igen-igen fontos. Én, ahogy mondtam, a magyarázsot használom, és hogyha a videó után kedvet kapsz, és letöltöd az ISO fájlokat, és telepíteni szeretnéd, természetesen, akkor úgy kell a telepítés legelején kiválasztani, hogy nem a magyarács, azt hiszem 20-20 kötőjel 11-es verzióját, hanem ott legörgetsz és a teszt verzióját fogod feltenni, akkor majd a kiválasztott ablakkezelők között meg fog jelenni a magyarács X-Monad verzió, és akkor azt kell felrakni. A másik lehetőség az a haladóbbaknak természetesen, hogy nem telepítenek valamit, külön, akár virtuálisan, akár merevlemezre, hanem a magyarázs GitHub oldalára felmenve, a konfigurációkat leszedve, ami tesztverzió, tehát azért lehetnek benne még ilyen-olyan változtatások, meg esetleg hibák is. Na, lényeg a konfigurációt leszedve, a konfigurációs fájlokat klónozva, és a megfelelő programok telepítése után ki is próbálhatja azokat a gondolatokat, amiket én természetesen most meg fogok osztani. Ha ezt a klónozásos verziót használjátok, akkor természetesen egy külön felhasználót hozzatok létre neki, hiszen nem lenne jó, hogyha te saját konfigurációs fájlokat, amiket éppen jelen pillanatban a működéshez használsz,
felülíratnád egy olyan rendszerrel, amit igazából nem ismersz, megoldható minden, de én óvatosabb vagyok. Oké, azt is hozzá kell tennem, hogy bár én a magyar ácsot telepítettem fel, egyértelműen, hiszen azt használom már régóta, gyakorlatilag hónapok óta megelégedettségemre, és a BSPVM-et és az E3-at is azokra az alapokra építettem, én már a saját rendszeremet erősen testre szabtam. A magyarásnak a saját YouTube csatornáján egy rövidke kis 17 perces videó is megjelent, azt mindenképp nézzétek meg, mert az enyém és az övék már egy kicsit eltért, hiszen hát egyértelműen nekiálltam testre szabni, és nekem vannak olyan speciális igényeim, például panel igényeim, ami hát bizony nem egyezik meg az ő igényeikkel, és természetesen te is testre tudod szabni, de hát a tied is más lesz, mint az eredeti, meg más lesz, mint az enyém is. Azaz nem az alapmagyarás X-nomádot fogom neked bemutatni, hiszen már én azt testre szabtam. És az is fontos, hogy ez nem egy teljes oktatóanyag, csak ízelítő, kef csináló a felületre. Nem pontról pontra fogunk végigmenni, csak felvillantok egy-két lehetőséget, hogy el tud dönteni, hogy kell-e neked, vagy nem. Ha a magyar ácsot fogod felrakni, és megnézed az ajánlott videót, észreveszed, hogy az ő paneljük, ami az X-monád saját panelje, és nagyon szépen be van konfigurálva, itt a képen igazából látod is, hogy miről is van szó, na lényeg az, hogy az nem az enyém. Én már átváltottam Tint 2-esre, amit én már régóta használok, nekem az jobban megfelel, ismerem, és valljuk be, igazából nem nagy kedvem volt egy programozói nyelven beállítandó panelt megtanulni azért, hogy hát bizony azt használjam, én megmaradtam a Tint 2-esnél, amit éppen itt láttok is, hogy az éppen fent van, ismerős mindenkinek ez a panel, én nagyon megkedveltem, és több videót is készítettem róla. Azt tudni kell, hogy itt is közel 10, azaz 9 darab asztalt fogsz kapni, ez bővíthető. Kezeli a dupla, azaz a több monitoros rendszereket is, minden további nélkül azaz, én ahogy elindítottam az X-monádot, azonnal észrevette, hogy 2 darab monitorom van, nem összefolytak a dolgok, hanem normálisan asztal szinten kezeli. Azt is kell tudni, hogy ennek az ablak elhelyezése mohó. Azaz ő mindig megpróbálja, ha felül nem iratod ezeket a lehetőségeket, a maximális területet elfoglalni, tudsz mindenféle beállítást tenni, gyakorlatilag a legegyszerűbb beállítás, az alapbeállítás a hagyományos csempézős ablakkezelő, amit nézzünk is meg, hiszen azt szokták bemutatni, hogyan lehet különböző panelokat, azaz terminálokat nyitogatni a T-Link, azaz csempéző ablakkezelőnél. Természetesen mi már tudjuk, hogy bár mindenki terminált nyit és örömködik neki, hogy van 20 fajta terminálja egymás mellett olyan picibe, hogy nem is látja, de azért maradjunk annyiba, hogy grafikus programokat is pontosan ilyen szépen meg fogja neked nyitni. 1, 2, megnyílik, 3, megnyílik, 4, megnyílik, 5, megnyílik. Ez a hagyományos megoldás. Az, hogy most felül van a nagy és a gyerek panelok, a kisebb panelok, azok alul vannak, az éppen azért van, mert az alapbeállítás, amin éppen maradt, mert mindjárt megmutatom, hogy hogyan lehet váltogatni és ezt használni, az bizony ez volt. De a beállítás, hogy mi hol legyen, a nagy, a kicsi, hogyan osztódjon és hogyan ne, az természetesen a te beállítási lehetőségeid szerint fog változni, a te igényeid szerint fog változni. Itt is nyilvánvalóan egérrel tudsz váltani aktív panelokat, tehát azt az ablakot, amit éppen használni akarsz. Ezt természetesen te állítod be, hogy ha rákattintok, akkor lesz aktív az ablak, vagy akkor lesz aktív, hogyha fölé viszed az egeret. Én ezt a kattintásos módszert hagytam meg nyilvánvalóan, mert nekem az a kedvenc. És ahogy látni, egérrel kattingatva váltottam a panelok között, de beállíthatod, illetve úgy emlékszem, az alapbeállítás is az, hogy billentyű kombinációval is válthatod az aktív panelokat, és
ami nagyon kényelmes és úgy megszokott dolog, a Windows és Tab gombok nyomásával, amit éppen nem láttok, mert én direkt nem iratom ki azt, hogy milyen billentyű kombinációkat használok, mert én a sajátomat használom, és mindenki a sajátjára állítja úgyis át, azaz nehogy azt higgye valaki, hogy csak az ABC billentyű kombinációval megy, ez beállítás függő. Tehát lényeg az, hogy az Alt-Tabbal is tudunk váltani, illetve természetesen, ha úgy van beállítva, a Windows Tabbal is. Azért van ez a kettősség meg, mert az Xmonadnak az alapbeállítása, amit szerintem mindenki átért, a módosító billentyű az Alt. Hát nem tudom, hogy ki találta ki, hogy az Alt legyen a módosító billentyű, hát általában ezt átszokták irányítani egy darab bejegyzéssel a Windows billentyűre, így nem ütközik a programokban megszokott dolgokkal, azaz nagyon szépen tudod használni. A következő gondolat az, hogy egyértelműen hát vannak itt méretek, na csukjunk be egy párat, ez általában a Q billentyű, módosító plusz Q billentyűvel történik, én átírtam, illetve a magyarázás alapbeállítása is az, hogy a Windows Q-val az aktív panelokat be tudod zárni, lényeg, bezártuk, értelemszerűen tudod a fő panel, tehát a nagy panel méretét is változtatni, és természetesen tudod a kis paneloknak a méretét is változtatni, azaz nagyon szépen bekonfigurálható, ezek billentyű kombinációkkal ment, én átértem a nyíl billentyűkre a nagy panel méretezését, és a HL-re tettem a kis panelok méretezését, azért, mert nekem így van megszokva. Hú, de magyartalan lett, de hát nyilván mindenki úgy konfigurálja, ahogy akarja. Nyilván megmutatom, hogy hogyan lehet megnézni, hogy mi az alapbeállítás, illetve a leírásokban bent is szokott lenni, illetve a magyarásnál pedig akármelyik leírást megolvasod, és utána rájössz, hogy az összes nagy részben, ahol logikusan belefér és van értelme, ugyanazokat a kombinációkat használják. Azt hiszem, ennél többet nem igazán lehet elmondani egy natur csempézős akármiről, hiszen becsempéztük a monitorunkat, és annak a váltását, akár egérrel, akár eredetileg funkcióbillentyűvel, akár az Alt-Tab, Windows-Tab mozgatásával tudunk váltani. Oké, ha ennyit tudna, én azt mondanám, hogy bocsi tesó, de engem aztán ez bizony nem érdekel, hiszen ennyit mindegyik tud. Ez egy kaptafára készül dolog, a legtöbb összerakja neked ilyen csempeszerűen, azért csempézős ablakkezelő a panelokat, és utána, hát ez van. És utána ide-oda váltogatunk és dolgozunk, de ez nem csak ennyit tud, rengeteg ablak elrendezést tudsz vagy alapból, vagy kiegészítő modulokkal beleintegrálni. A beleintegrálás gyakorlatilag fajék egyszerűségű a második menetben, az első menetben azért vannak benne buktatók, azaz lényeg, nézzük is meg, hogy milyen panel elrendezéseket raktam bele. Ez gyakorlatilag panel elrendezés a lehetőségeknek a minimuma, egy párat beleraktam, mert érdekel, a többit és a meglévőknek az átírása, kombinálása, az már csak a fantáziás igénynek a kérdése. Nézzük is meg, ebben a rendszerben ki tudod listázni egy sorba, egy blogba azt, hogyha te megnyomod azokat a funkcióbillentyűket, amiket te beállítottál, ez jellemzően a Windows Shift vagy az Alt Shift megoldás, és akkor tud gyorsan az ablaktípusokat váltani. Hát nézzük meg ezzel az elrendezéssel, hogyan működik, milyen van. Van a teljes méretű elrendezés, ami kinagyítja az egészet. Amekkora a monitorod, az ne lepjen meg senkit, hogy nekem úgy van beállítva, hogy a Tint 2-es panel fölé nem mehet, mert ezt úgy állítottam be, meg amit nem lehet látni, itt 3-3 pixel le van vágva a monitorból, hogy nem ásszon fel a kávára a keret. Egy picit esztétikusabb, nem sokat változtattam rajta, de ezt is meg lehet tenni. Nézzünk meg egy másik elrendezést.
A szokásos két panelos elrendezés, billentyű kombinációval álltam, egy ilyen elrendezést kapunk, ezt az elrendezést kapjuk, hát azért lehet választani, hogy melyik gyorsabb, most egy tükrözöttet kapunk, hogy egyik oldalon van, illetve másik oldalon helyezkedik el a nagy panelok meg a kis panelok, majd jönnek a fülecskés megoldások, ezek a Tabed nevű, így kell majd keresni, megmutatom hogyan, és fülek szerint tudsz váltani, hát ez nem nagyon izgi, de azért, hogy lássuk, hogy másik panelról van szó, vagy másik ablakról van szó, azért beírok pár szót, tehát lehet változtatgatni. Szeretném kiemelni, mert ez egy nagyon jó példa az ablaktípus változtatására, konfigurálására, gyakorlatilag az i3-asba felül vannak így a kis fülecskék, és erre kattingatva tudsz váltani ablakot. Itt az összetettsége miatt, bonyolultsága miatt bizony meg tudod adni azt, hogy oldalt legyen, alul legyen, másik oldalt legyen, és hogyha olyan kedved van, az előző, ezen az oldalon lévő felirat, címke sort más színre, más kinézetre beállíthatod, és a alapbeállítás, a logikus, hogy felül vannak a címkék, azokat is más színre be tudod konfigurálni, és ez villámgyorsan megtehető, minimális hozzáértéssel, és átlátva ennek a lehetőségét. Azaz nagyon kényelmes. Oké, a következő kérdés az, hogy jó, hát panel, meg különböző beállítás van, és ez a kényelmi, hogy vannak ilyen fülecskés beállítás, meg hát teljes képernyős beállítás van, meg egyéb, az hát nagyon jó, de hát másban is van. Jó, nem biztos, hogy ennyire bekonfigurálható, nem biztos, hogy ennyire kényelmes, és a lebegő ablaktípus, mert nekem az is kell, hogy lebegő ablaktípus legyen, és mozgatható legyen. Ezt természetesen felismerték a észmonádnak a készítői, szerintem alapbeállítás az, hogy legyen egy lebegő ablaktípus, és az oda tedd, ahova kell, hiszen az a kényelmi funkció, hogy egy ablakba valami, mondjuk egy film megy, és közben te dolgozol, az oda tedd, hogy neked kényelmes legyen, és ne legyél hozzákötve egy merev panel elhelyezéshez. Itt megoldható a alapbeállítás nálam az, hogyha megnyomom a Windows gombot, és az egérrel rákattintok, és rögves lesz egy méretezhető panelom. Az ablak méretezés a másik gombbal történik, akkorára méretezed, amekkorára szeretnéd gyakorlatilag. Azt hiszem ennek a felismerése használta, senkinek nem okozhat gondot. Azt is meg kell figyelni, és próbáld ki, hogy megnyitsz három ablakot az előbbi módszerrel. Van egy nagy, meg két kicsi, egyiket kikapod, a mohóság miatt, bár lehet, hogy erre van szebb szó, azonnal megcsinálja azt, hogy a háttérben lévő kettő darab ablak elfoglalja az egész területet, tehát megpróbálja kihasználni a rendelkezésére álló helyet. Azért mondom, hogy rendelkezésére álló helyet, mert vannak rések, azt is be tudod állítani, illetve hát természetesen különböző dimenziókat le tudsz vágni a monitorból. Ahogy én mondtam, a tint kettesnek, meg az oldal két oldalra egy picike kis rést szoktam adni, szerintem így jobban néz ki. Azaz van lebegő ablak, a lebegő ablakot oda teszed a vakarod. A kérdés pedig az, hogy hogyan lehet a lebegő ablakot visszatenni, hiszen a lebegő ablaknak az a hülye tulajdonsága, hogy mozgathatod, oda teszed, ahova akarod, de legfelül van. Legfelül van, hiába kap ő fókuszt az alsó, ő fölötte marad. Hát bizony, erre egy külön plugin van, illetve modul van, hogy szépen mondjam, mert nem pluginok, hanem modulok vannak, amit be kell aktivizálni, és utána hozzárendelt billentyű kombinációval visszatudod tuszakolni az alaprétegre, hiszen a lebegő ablak egy külön felül lévő fólián, rétegen van, és azon tudod mozgatni, mint hogy a két üveglap lenne egymáson, és az egyiken a felső lenne ez a kép, és azt mozgatnád. Nyilván most visszapasszíroztuk a megfelelő helyre. Azt hiszem, ennél kényelmesebb, ennél gyorsabb és ennél egyszerűbb megoldás nincs. Na, megnézzük, hogy vannak panelok, tudod használni. Azaz ezzel a beállítással, illetve a magyarás alapbeállításaival simán neki tudsz állni dolgozni, hiszen, ahogy mondtam,
Itt nem arról beszélünk, hogy terminálokat nyitogatunk hármat, hanem hogyha éppen szeretnénk kinyitni még egy ablakot, akkor az is megjelenik, egy grafikus ablak, és az fog működni, és ugyanúgy tudod léptetni körbe a beállított lehetőségek között azt, amit te szeretnél, és abba az ablak pozícióba, abba a beállításba tudod használni villámgyorsan, hiszen ráteszi az ember a kis ujját, legalábbis én, a Windows gombra, és ütögeti a space-t, ami azért gyors és villámgyors elhelyezést ad, beállítási lehetőségeket ad. Oké, mivel van egy ilyenünk, a konfigurációs fájlba is bele fogunk nézni, a magyar árcson a Windows F2, azt hiszem ott is ez a beállítás, hogy előhívja ezt a panelt, megkeressük azt, amit szeretnénk beállítani, rákattintunk, és megnyílik egy újabb ablak. Miután megnyitottad a konfigurációs fájlt, nem kell megijedni, a fájl szerkezete bonyolult, összetett, de egy idő után teljes mértékben át fogod látni. Én egy példát szeretnék hozni, a példa a füles elrendezésnek a használatára, annak a beállítására fog, hát egy kicsit rámutatni. Első körben a használandó modult be kell importálni, tehát import, és megadod a modulnak a nevét. A modulok között az X-monád leírásában fogsz tudni keresgélni, és látható, hogy rengetegféle modul van, nem számoltam meg, igazából lényegtelen, hogy hát hány darab van, végig kell nézni, hogy számodra mi kell. Ez gyakorlatilag a fordítottja, kitalálod, hogy számodra fülek kellenének, rákeresel az interneten, vagy ezen az oldalon, hogy hol találsz tabed beállítást, és utána ráérzel arra, hogy bizony itt van, végignézed, és utána megnyitod az adott taloldalt rákattintva, és a leírást elolvasod. Egyszerű, ő is elmondja, hogy ebbe a fájlba légy szíves saját könyvtár, pöty, xmonad per xmonad.hs, ez a beállító fájl, abba beimportálni azt, ami hát éppen kell neked, egyszerűbb innét kivágni és beletenni, beimportálod és beállítod. A beállítás nagyon-nagyon egyszerű, ennél az adott dolognál megnézzük, hogy milyen funkciókra lesz szükségünk. Elmondja, hogy hát bizony ebbe a sorba, amilyen szép kis függőleges valamikkel van elválasztva, és arra szolgál, hogy ablakbeállításokat így tud változtatgatni, hát bizony abba be kell írni azt a sort, ami hát azt a szót, amire neked szükséged van. Itt alul felsorolja az egyszerű füles beállítástól kezdve, milyen beállítási lehetőség, hol legyen left, hol legyen, vagy jobb oldalt, bal oldalt, fönt, lent legyen fülecske. Csak egy példa van, amelyik egyszerű beállítású. Aztán ő azt is mondja, hogy hát bizony olyan, hogy meetup config, tehát van lehetőséged a dekorációra, a fülek dekorálására is, és azt is be tudod állítani. Nézzük is meg, hogy működik. Ha megkeresed azt a sort, vagy létrehozod, ami a kinézetet fogja neked adni, és beírod a kívánt konfigurációs gondolatot. Tab egy left, tehát ezen az oldalon légy szíves már a füleket, és megjelenteni a szöveget, és a meetup config szerinti beállítás szerint szeretnéd beállítani a kinézetét, és utána itt szépen felvonsolva több egyéb is. Én azért hoztam ezt a példát, mert láttátok, hogy van a felső fülecskés beállítás, meg a bal oldalt lévő fülecskés beállítás, azaz itt nem arról beszélünk, hogy van egyfajta beállítás, vagy kétfajta, és az egyiket használhatod, hanem simán használhatsz több ugyanolyan funkcionalitású beállítás, ugyanolyan lehetőséget, különféle színezéssel, különféle egyébben. Szépen ez a sor adja az előbb látható, váltogassuk már a panelok kinézetét olyanra, amilyenre nekem éppen kell, és itt be tudod írni, nem egy bonyolult dolog, a tab left, beállítom a bal oldalt,
hiszen a leírásban megtalálod, hogy ezt beállítod, a shrink text, hogy legyen szöveg rajta, és megadod, hogy milyen konfigurációs részbe keresse ennek az adott lehetőségnek a konfigurálását. Nyilvánvalóan, ha nem adsz meg semmit, akkor az alapbeállításokat fogja használni, de minden beállításnak a minőségét, milyenségét felül tudod íratni egy ilyen kis parancsocskával, és itt lehet látni, hogy nem egy nagy agysebészet, a meetup config definiálod azokat a színeket, amiket te szeretnél, ha neked nem így jelenik meg a színek kódjai színezve, akkor természetesen érdemes a Subtext 3-ast használni, az általam javasolt pluginokat beimportálni abba, és utána már vizuálisan is be tudod állítani. Azaz gyakorlatilag nem egy nagy dolog, de nagyon oda kell figyelni, mert hogyha neked itt a vesző kimarad, vagy éppen egy kicsit az eltolása más, mint amit ő vár, tehát nem ilyen oszlopszerűségben pont itt van, akkor sírni fog a fordítás közben, azaz szépen be tudod állítani. A következő gondolat a gyors billentyűk, hát ezt ne nézzétek meg, gyors billentyűk beállítása nagyon egyszerű módem, a módosító gomb, a másik módosító gomb, meg mi az, ami betűt le szeretnél nyomni, és hogy mit csináljon, tehát modem, shift és Q megnyomásával bizony a kill, azaz csukja be az ablakot, frissítsen, az adott beállítást ki kell keresni a dokumentumból, nagyon egyszerű a második nekifutása, hiszen nem más, mint az eddig használt gyors billentyű beállítása, csak más szintaktikát, más szavakat használ ugyanannak az elérésére, és van egy beállítási lehetőség, ami a fő beállítási lehetőség, ami bizony, hát oda kell figyelni, hogy mi az alapbeállítás, ez a magyarásnak az alapbeállítása, az szépen összeszedett. A legegyszerűbb megtanulni úgy a gyors billentyűket, hogy megnyitod az Xmonadnak a konfigurációs fájlját, amit használsz, mondjuk a magyar árcsét, és végignézed, vagy elolvasod a leírást egyébként, az is egy megoldás, de én azt mondom, hogy ismerkedés szempontjából a config fájllal kényelmesebb, hatékonyabb, ha bele is nézel, megnyomod a mód gombot, azaz a Windows-t, és megnyomod a vesszőt, és megnézed, hogy mi történik. Ennyi. Ez semmi más, mint akármelyik gyors billentyű kezelő dolog, vagy akár más ablakkezelőnél a gyors billentyűk megadása, csak itt más szavakat használ. Nem azt írjuk ki, hogy Windows plusz T, hanem ilyen szintaktikával adjuk meg. Van egyszerűbb megadási lehetőség is, de az éppen nincs bent. Itt is lehet látni, hogy más összeállításban, mint az enyém, föl vannak sorolva használandó ablaktípusok. Nekem ez jobban tetszik, hogy így szépen egymás alatt vannak, ők azt használják, hogy egy sorban adják meg. Nagyon oda kell figyelni a beállítási lehetőségekre, amire nem tértem ki, de gondolom mindenkinek egyértelmű, hogy egy csempézős ablakkezelőnél megadható az, hogy melyik ablak hol nyíljon meg, melyik asztalon nyíljon meg, milyen kinézettel nyíljon meg. Egyértelmű, ezt itt lehet beállogatni, nem térek ki rá. Én csak egy dologra szerettem volna rá mutatni, bár nekem is az első, hát negatív érzésem az volt, hogy gyerekek, hát ez nem olyan, mint az i3-asé, vagy egyéb egyszerűbb ablakkezelőjé, hanem bonyolult, és nekem nincs kedvem megtanulni, de igen, érdemes átnézni a konfigurációs fájlokat, érdemes belenézni, érdemes a leírást elolvasni, és utána nekiállni, szépen testre szabni, bár a magyarás alapbeállítása igencsak kényelmes, gyors és hatékony, de én mindenkinek azt mondom, hogy miután megszokta a billentyű kombinációkat, és megtetszett neki a rendszer, az, hogy úgy mozgat mindent, ahogy akar, és ráébred arra, hogy a leírások bő és egyértelműek, minden sort, minden szót külön megmagyaráznak, természetesen egy kis alaptudás nem árt, és utána, hogyha úgy érzed, bele is nyúlhatsz a konfigurációs fájlba. Miután végeztél a konfigurálással,
Én azt javaslom mindenkinek, hogy lépésenként menjen, azaz nem mindent egyszerre akarjon megváltoztatni, ma abból csak káosz lesz. Lépésenként egy beállítást átírsz, vagy beleírsz, és utána újra kell fordítani a rendszert. Az újra kell fordítani a rendszert első gondolatban iszonyat ijesztő, hát itt programfordítások vannak. A fordítás nagyon egyszerű, beírod a terminálba X monád, kötőjel, kötőjel, rekompile, és enter, és ennyi lesz az egész. Ennyi lesz az egész, ha problémába ütközik, azaz valamit elírtál, vagy a kinézete, szintaktikája nem olyan, amilyet ő elvár, kényes a veszők helyére, kényes a space-ek elhelyezésére, tehát hogyha nem megfelelő, az, akkor ő sírni fog, de kírja, hogy melyik sorba lesz a probléma. Majd utána beírod, hogy X monád, kötőjel, kötőjel, restart, és akkor újraindul a rendszered, ami egy felvillanást ad. Én most nem indítanám újra, hiszen a felvétel megy. Gyakorlatilag ennyi. Gyakorlatilag nem lesz ezzel gond, hogyha precízen dolgozol, és hogyha az első beállítást, változtatást, akár még egy szín változtatást is megcsinálsz, ráérzel arra, hogy ez jól fog működni, kényelmes, stabil rendszered lesz, és hogyha végignézed a leírást, illetve a funkciókat, amiket be tudsz importálni, ezeket a modulokat, és elolvasod a lehetőségeket egyszer, és esetleg amikor kellenek, azokra emlékszel, hogy hú, én olvastam valamit, akkor meg tudod nézni azoknak a beállítási lehetőséget, van amelyik több, van amelyik kevesebb, azt mindenképp érdemes tudni, és ez nagyon-nagyon az X-monád mellett szól, illetve a Haskell mellett szól, hogy itt minden olyan szóra, beállítási lehetőségekre, amit te beállíthatsz, vagy amiről szó van, azt belinkelik, tehát össze-vissza vannak linkelve itt a beállítási lehetőségek, azaz, hát ha valamivel nem vagy tisztában, rákattintasz, odaugrik, és talán egy kis információt tud szerezni. Hát nagyjából ennyit tudtam elmondani, összefoglalva. Ez egy sima, egyszerű, csempézős ablakkezelő. Mi emeli ki a többi közül? Az, hogy nagyon-nagyon-nagyon testre szabható. És itt nem a testre szabást értem, amit sokan mutogatnak, hogy jaj, de jó, itt a színeket meg tudod változtatni, és akkor a keret színe nem zöld, hanem egy kicsit pirosabb. Nem ez a testre szabhatóság, hanem az, hogy egy panel olyan lesz, ott jelenik meg, és úgy fog működni, ahogy nekem kell. Olyan réseket hagy a ablakok között, amilyen nekem kell. Ha én azt mondom neki, hogy ezt a területet, tesókám, te ne használd, meg jobbról-balról 3-3 mm-t ne használj, akkor ő mind a jó gyerek szót fogad, és azt fogja csinálni. Tehát ne csak a színezésekre, hanem az egérbeállításokra, a konfigurációs lehetőségekre is gondolj, hogy végtelen lehetőséget kapsz. Ami nem egyszerű, mivel minél több lehetőséged van valamiben, minél jobban testre szabható a szó igazi értelmében, annál több lehetőség van, amiben belekeveredhetsz, elírhatsz, de ha odafigyelsz, nem lesz vele gond, mert úgyis ki fogja neked érni, hogy melyik sorba és mi a problémája, odamész és kiigazítod, és utána működni fog. Nem kell megijedni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem mindenkinek megjött hozzá a kedve. Egy próbát megér, ha más nem csinálsz, felteszed natívba, te telepíted egy Winchesterre, SSD-re, annak egy partíciójára a Magyar Arch X-Monad rendszerét, alapbeállításos rendszerét, kipróbálod, és akkor el tudod dönteni, hogy ez kell neked, vagy nem. Köszi szépen, sziasztok!